Hétfőig kell eldönteni a 12-13 éves lányok szüleinek, hogy igénylik-e az ingyenesen beadható HPV védőoltást, valamint a hetedikesek szüleinek, hogy beadatják-e a hepatitis A, B elleni védőoltást. A magyar társadalom világviszonylatban is nagyon széleskörűen beoltott. A nyugati országokban egészen más szabályozás vonatkozik az oltásokra, sok helyen semmilyen kötelező védőoltás nincsen. Magyarországon is több az oltások választhatósága mellett kampányoló szervezet létezik. Túrcsányi Zsoltot, a Ne Bánts Virág Egyesület elnökét Simor Dániel kérdezte arról, hogy szerintük mi a baj a védőoltásokkal. Hosszú távon nincs igazolva, hogy valójában csökkentenie a még nyakrákos megbetegedések számát ez az oltás. Ami forgalomban van oltás, az 2, illetve 4 HPV vírus ellen jelent védelmet, olyan törzsek ellen, amik nem is a leggyakoribbak, mert az a HPV 16-os és 18-as számú törzs az, amelyik ellen a Magyarországon elérhető oltóanyagok védelmet ígérnek, holott Európában inkább a 16-os és a 31-es típusú HPV a gyakoribb, abból a több mint 100 HPV típus közül. Tehát ha téves biztonságérzetet jelent, és erre vannak vizsgálatok, vizsgálati eredmények, hogy ez valóban így van, akkor kevésbé mennek el a nők a későbbiekben nyéknyakrák szűrésre, ami időben való beavatkozást tesz lehetővé, és így a téves biztonságérzet alapján bizony nagyon könnyen előfordulhat, hogy nem úgy csökkenteni, hanem hogy emeli a rák kialakulásának a kockázatát. Ön tud olyan esetről, hogy valaki be volt oltva és mégis megkapta a betegséget? Mert hogy amit mond az alapján, ez lenne valószínűsíthető. Na most, hát a helyzet az, hogy még olyan fiatal oltásról van szó, hogy erre nincsenek tudományos vizsgálati eredmények. Tehát, hogy rák kialakulásának az igazolása, a gyakoriságnak az igazolása, az 20-30 évet venne igénybe, és hát alig 10 éve van forgalomban, kísérleti szinten is ez az oltóanyag, tehát nagyon rövid az idő ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, hogy valóban csökkenti a méhnyakrák kockázatát, vagy hát kialakulását. Az elmúlt években elég nagy publicitást kaptak ilyen kutatások, vagy kimutatások, hogy főleg Amerikában, de Nyugat-Európában is mióta egyre inkább elterjed az oltás ellenes kampány, vagy mozgalmak elterjednek, azóta olyan régi betegségek kerültek elő, amiket már sikerült visszaszorítani. Például itt a szamárköhögésre gondolok, vagy a mumpsra. Erről önöknek mi a véleményük? Ez nem egy probléma, hogy ezek újra megjelentek, ezek a betegségek? Ezek a betegségek annak idején, mikor az oltásokat kifejlesztették, még maguk az egészségügyi szervezetek vezetői is úgy nyilatkoztak, hogy ezek könnyen leküzdhető betegségek, és nem jelentenek különösebb kockázatot a későbbi egészségre, illetve a halálozásra tekintettel. Tehát az, hogy esetleg emelkedik a mumps vagy a kanyaró előfordulása, ez egy egyéni döntés kell, hogy legyen, hogy ki mit vállal el. Régebben nem jelentett ez egy olyan nagy, még az oltás bevezetés előtt problémát, egy kanyaró átvészelése. Tehát túlságosan föl van nagyítva. Tehát ön azt mondja, hogy jobb kezelni, mint megelőzni oltással. Sokszor jobb átvészelni ezt a betegséget, mert hát sok tanulmány igazolja azt, hogy az általános egészségi állapotot, a krónikus betegségek iránti hajlamot, fogékonyságot nagy mértékben csökkentik az ilyen amúgy nem életveszélyes vírusos betegségek, tehát a szokásos gyermekbetegségek kiállása. 8:16 perc, a vonal túlsó végén itt van velünk, és itt hallgatta velünk ezt az interjút közösen dr. Ócsai Lajos, az ANTS Országos Tiszti Fővárosi Hivatal Járványi Főosztályának főosztályvezetője. Jó reggelt kívánok! Mennyire érezte validnak a Ne Bánts Virág Egyesület állításait, amelyek mondjuk... Na most én a Ne Bánts Virág Egyesületnek ezt a jeles képviselőjét is, akivel a riport készült, személyesen ismerem. Valószínű, hogy ő neki az ilyen jellegű szemlélete játszik közre abba, hogy ő jelen pillanatban is egy praxis nélküli egyén, tehát ő nem kapott háziorvosi praxist, ugyan többet pályázott, azért, mert éppen az alaptevékenységével összefüggő dolgokat az előző körzetébe se látta el. Ők tulajdonképpen rettentően sokat rombolnak, mert úgy, igen, a kanyaróval kapcsolatban például a kanyarót nem említette az előbb a felvezetésbe, de például a kanyaró járványokat éppen a védőoltás ellenzők okozzák a világon, és sajnos a 21. században is
gyerekek halnak meg védőoltással megelőzhető betegségbe, még Európába is. Például ugye az elmúlt években Ausztriában egy Waldorf iskolában, ahol köztudomású ugye ez a szabatos szemlélet és a szülőknek a választhatósága, az egyik legnagyobb közösségi járvány volt Európában közel 400 megbetegedéssel. Bulgáriában, ahol ugyan más volt az ok, nem csak a védőoltás ellenzők, hanem az átnemoltottság, 22 ezer fős kanyaró járvány volt 24 halottal. Franciaországban két éve több mint 10 ezer fős kanyaró járvány 7 halottal, és sajnos a kanyaró ugyan egy könnyen átvészelhető betegség, azt mondják, én még gyerekkoromban voltam kanyarós, nem volt védőoltás, azért eléggé megszenvedtem vele, mert emlékszek rá, de sajnos 1000 esetből egy gyerek a statisztikai adatok alapján belehal a kanyaróba. Magyarul az ön álláspontja szerint azzal, hogy mondjuk szülők nem oltatják be a gyereküket, a nőhet a fertőzés kockázatának. Természetesen. Mert csökken az átoltottság. Csökken az átoltottság, felszaporodik a fogékony szervezeteknek a száma, és a fogékony szervezetek közé, amikor bekerül egy fertőző forrás, tehát egy beteg ember, vagy egy kórokozó hordozó, az utána a fertőző betegségre jellemző módon robbanni tud. Tehát például a kanyarónak, aminek a kontagiozitása, tehát a fertőző képessége nagyon magas, ott sok megbetegedés van, ha nem oltott a környezet, viszont mit tudom én, egy mumpsnál lényegesen kevesebb, mert ennek kevesebb a kontagiozitás. Akkor... De például kanyarónál az átoltottság, tehát a magyar védőoltási rendszert igazolja az, hogy 2002-ben volt az utolsó honi eredetű megbetegedés. Ami volt tavaly előtt gyálon, azok Romániából betelepült személyek voltak, és Romániába fertőződtek, és ők nem a magyar védőoltási rendnek, és nem a Magyarországon alkalmazott oltóanyagnak, oltóanyagot kapták, megfertőződtek, de ezek a gyerekek Magyarországon jártak iskolába is. A kanyarónál tudni kell, hogy nem csak miután megbetegszik, hanem már előtte is fertőz, és egyetlen egy gyerek nem fertőződött meg. Tehát a védőoltás ténylegesen megvédi a környezetét. Akkor miért nem kötelező? A kanyaró kötelező. A kanyaró kötelező, a hepatitis B oltás is kötelező az iskolákban, a HPV oltás, ez az, ami kötelezően fölajánlandó az állam, illetve hát az iskola. De most azt olvastuk, hogy a hepatitis AB-t is csak kötelezően fölajánlják. A hepatitis B oltás az kötelező oltás. Aha. Ilyenkor a szülő értesítést kap, hogy a kötelező védőoltást ekkor és ekkor Mi alapján döntik el, hogy mely oltások kötelezőek, és melyek csak kötelezően felajánlottak? Ezeket a magyar hagyományoknak megfelelően a WHO ajánlásával összefüggésbe döntjük el, hát illetve a saját járványi helyzetünknek megfelelően. Például Magyarországon soha nem fog a sárgaláz elleni védőoltás kötelező lenni, mert az itt nem terjed. És például a hepatitis B ellen is nem oltunk gyerekkorba, mert van a terhes szűrés, és a hepa B pozitív anyák újszülöttje azonnal megkapja az aktív és passzív védőoltást is. A többi lakos, pedig a többi gyereket elég 11 éves korba oltani, mert amikor a szexuális aktivitása a csúcson van az embereknek, ugye 20-as évek elején, addigra még ez a védelem tökéletes lesz, és nem kell, hogy 10 évvel előbb oltsuk, és esetleg hanyatt, tehát a védelem ne legyen annyira a csúcson, mint ahogy azt elvárható. Mindig vannak olyan betegségek, vagy vannak olyan megbetegedések, amelyek újból és újból felvetik a kötelező oltásnak a lehetőségét. A környezetemben meghalt egy 17-18 éves fiú fertőző agyhártyagyulladásban. Nagyon gyors lefolyású volt, és tudom, utána néztem, hogy cseppfertőzéssel terjed, és nagyon-nagyon nehéz is ellene védekezni. És akkor ilyenkor mindig előjön, persze szülőkkel beszéltünk, hogyha lenne kötelező védőoltás, akkor például nem lenne ez a gond. Igen, és tudja, Magyarországon azért a demokráciát egy kicsit mi félreértelmezzük. Ugye példa az Amerikai Egyesült Államok, például éppen a meningokokkusz elleni védőoltásra, ott
se európai, se amerikai gyerek középiskolai, illetve egyetemi kollégiumban meningokokkusz elleni védőoltás nélkül nem mehet be. Demokrácia van. Akarsz tanulni? Kell a védőoltás. Buta akarsz maradni? Nem kell a védőoltás. Tehát lehet választani, hogy úgymond. Nálunk ehhez már a nem kötelező védőoltásokhoz a hozzáállás sokkal gyengébb, és sajnos minden évben van egyetemi, középiskolai haláleset meningokokusz miatt, mert nem, tehát ezt a védőoltást nem lehet már kötelezővé tenni, mert ugye az állam a egészséges fejlődését a gyereknek, tehát szülővel szembe, tehát, hogy úgymond, csak a kiskorúaknál védheti meg, aha, ők pedig közel nagykorúak, tehát ilyen esetben ugye az államnak a szülővel szembe is meg kell védeni a gyerekét, például ilyen Ne bánts virág és társai, Antalvali, meg egyéb honlapok ellen, annak ellenére, hogy mondjuk engem fölháborított, amikor megtudtam, hogy Magyarországon az érvényes jogrend ellen társaságot lehet alapítani. Mert a Ne bánts virág egyesület is egy ilyen, a kötelező védőoltási rend ellen ő szervezkedik, hogy a kötelező legyen választható, ne legyen kötelező. Egyébként erre egyesületet lehet alapítani. Ilyen van, azzal nincsen baj szerintem, mert hogy olyan volt, hogy kötelező volt a sorozás, és az ellen voltak szervezetek, az is az érvényes jogrend szerint volt a mondjuk, kötelező. Igen, de tudja, az azért más, ott a világ tendencia más volt, itt Magyarországon megvannak a hagyományai, és a másik az, hogy ők... Tehát gyakorlatilag olyan állításokat közölnek tényszerűen, meg független szakértőkre hivatkozva, olyannyira független fölhoznak ott professzorok neveit, igencsak nem is humánorvos professzor, hanem állatorvos professzor, tényleg független lehet a védőoltásokban, mert abszolút nem ért hozzá. Tehát meg itt most olvasom éppen a honlapjukat, mert én is készültem a maira, hogy a JAMA-ba megjelent egy cikk, és éppen a HPV védőoltásokkal kapcsolatban, ugye, hogy összesen 32 haláleset történt az esetekkel összefüggésben, 23 millió oltás adatain összesítve. Igen, csak azt nem írják le, hogy mit jelent ez, hogy 23 haláleset történt. Minden védőoltás után 30 napon belül bármilyen haláleset bekövetkezik, az be kell jelenteni. Tehát ha elüti az autó az illetőt, akkor is be kell jelenteni, és majd a hatóság vizsgálja ki, hogy ezek között volt-e a védőoltás, illetve az esemény között összefüggés. Na most erről egy szót nem szólnak, hanem közlik a tényt, ezt a tényt. Na most, hát maguk ugye a sajtó avatott szakemberei nagyon jól tudják, hogy mi a hír, ami az embernek a két füle között megakad. Az pedig minél nagyobb hülyeség, annál hamarabb megakad, mert elgondolkodik rajta, hogy jé, tényleg, és utána már jön a kabátlopás szindróma. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Viszont rendelkezésünkre. Dr. Ócsai Lajos, az ANTS országos tisztifőorvosi hivatal járványügyi főosztályának főosztályvezetőjét hallották. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Ugye ez a nap témája volt itt a reggeli gyorsban, 6 óra után néhány